Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit a mai köznap hallgatáson, illetve ennek keretében a testület ülésen. A jegyzőkönyvnek megállapítom, hogy a testület határozat képes. És ha megengedik, akkor ülve maradnék. Megengedjük. Egyrészt... Tessék? Jó, igen, telesítőt. Választunk hitelesítőt is, ha már egyszer testületi ülés. Hitelesítőnek javasolnám dr. Hunyé Szentesi Katalin alpolgármester asszony és Horváth Béla Róbert képviselő urat. Aki ezzel egyetért, azt kérem kézfeltartással jelezze. Jó, megállapítom, hogy a hitelesítő személyt egyhangulag elfogadtuk. És akkor belefognék egy kis beszámolóba a közérdekű kérdések és javaslatok előtt. Jó, tehát, hogy mégis mi történt a 23-as évben. A legnagyobb beruházásunk, azt gondolom az elmúlt években is, a topos pályázat kivitelezése, az árok elkészült, illetve az árok szakasz elkészült. Ezúton is szeretném megköszönni a lakosságnak a türelmét, ami ezzel járt piszókhang és egyéb kellemetlenségek, hogy ezt többé-kevésbé jól tűrték. Igazándiból ez volt az a nagyobb beruházás, amit pályázati forrásból valósítottunk meg, és saját forrásból valósítottunk meg járdafelújítást a Béke és az Adi utcában. Egy bevezető árkot a nem egészen az idős otthontól, ugye az elkészült árokig, az készült el, ami még folyamatban van, mert ha minden igaz, akkor 20-án állnak neki az ebédlő padozatának a felújításának, az még ugyanaz a linoleum, amit 76-78-ban, amikor épült az iskola, akkor került oda. Illetve ugye, amiket csináltunk rendezvények, arra is, tehát az is pénzbe került értelemszerűen. A maga a topos árok az egy ilyen 125 milliónyi összeg volt egy kis fölével, és kicsit több mint 12 milliónyit költöttünk így a saját beruházásokra. Természetesen 23-ban is adtunk be pályázatokat, amit beadtunk, és hát C-vágányra kerültünk, tehát várólistán vagyunk, az Magyar Falu programban egy útfelújítás, amire már többször pályáztunk, többször nem nyert, ez az Alsó Vásártér utca, ami még egy ilyen kevésbé burkolt utcán, és mondjuk sűrűbben rakott, mert még ilyen utcaszakaszunk van az Erdős utcában, de az ritkában lakott szakasz. A Teleki Alapítványhoz nyújtottunk be pályázatot a Népi Építészeti Programban, azt a közelmúltban, tehát ott még nincs eredmény. A Malom épületének a felújításának a tervezése, tehát a tervezési költségre. Ha már a tervezésnél tartunk, tehát amiket előként közel 900 000 forintot költöttünk a különböző pályázatok előkészítésére, tervezésére a 23-as évben. Van, ami ebből a közeljövőben meg is fog térülni, mert az a legnagyobb... Jó estét! Az a legnagyobb összegű pályázatunk, ahol ami a csapadékvízelvezető rendszer második üteme, ez gyakorlatilag az eddig kész áruknak a további szakasza a város végéig, és egy befogadó záportározó kialakítását jelenteni. Ott félhivatalos információnk van arról, hogy a pályázatunk nyert.
ez kicsit több mint 395 millió. Hát ennek a megvalósítása a következő évben remélem, hogy el is fog indulni, vagy akár meg is valósulni. Annyival előrébb vagyunk az előző topos pályázathoz képest, hogy az engedélyeztetési tervek azok már benyújtásra kerültek. Tehát még az előző topos pályázatnál, miután megkaptuk a támogatói okiratot, utána kezdődött el a kiviteli tervezés, tehát ugye előtte csak egy tanulmányterv, hogy miért szeretnénk csinálni, körülbelül milyen költsége lesz, és csak utána készült a kiviteli terv a döntést követően, illetve utána indult az engedélyeztetési eljárás. Azt, aki egy kicsit nyomon követi az önkormányzat munkáját, azt nagyon sokszor elmondtam, hogy igazándiból az engedélyeztetési eljárásnak a kétszeri lefolytatása nem az önkormányzat hibájából, hanem a szakhatóság saját hatáskörben újra kezdte az eljárást, mert egy együttműködő hatóságnak elfelejtették kikérni a véleményét, és ezt mikor már megkaptuk az engedélyes tervet, akkor jöttek rá, és akkor újraindították az eljárást. Tehát az nyújtotta el magát a kivitelezést ennyire, de természetesen ugye látható az összeghatár, a közbeszerzési szabályok is változtak. Remélem, hogy a jövő évben ezt legalább az első kapavágást meg tudjuk tenni, és elkészül végig. Erről azt érdemes tudni, hogy ez végig burkolt árkot jelent. Tehát ugye itt az alsó szakaszon, ahol nem olyan a beépítettség, ott földmedrű árok szakaszok is vannak. A felső szakaszon, tehát gyakorlatilag a buszmegállótól, illetve a gimnáziumtól a belterületi határig, ott végig burkolt árok kerül kialakításra. Ami szintén ehhez kapcsolódó, vagy ezekhez kapcsolódó, tehát a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó pályázatunk volt, az a LIDER pályázatban egy ilyen minikotró beszerzése, ami hogyha beszerezzük, tehát itt a támogatói döntés megvan, a beszerzési eljárás gyakorlatilag lefolytattuk, gyakorlatilag a döntés van vissza, illetve az, hogy megvásároljuk a gépet, akkor saját erőből is meg tudunk valósítani földmedrű árkoknak, nem mélyeknek, tehát ez egy minikotró, maximálisan 4 méteres gémkinyúlással, tehát a nagyon mély árkokat nem tudjuk vele karbantartani, de a kisebb árkokat, a belvíz elvezető árkokat, azokat karban fogjuk tudni vele tartani. Ezek voltak a legjelentősebbek, gyakorlatilag mondtam, hogy egynél döntésre várunk, egy esetben ott tartaléklistára kerültünk, és a másik két esetben pedig nyertes pályázatot nyújtottunk be. Amit még saját önerejéből az önkormányzat hozzátett a működéshez, illetve az egyéb feladatok ellátásához, ami nem vagy alulfinanszírozott, az nagyon sokba kerül az óvodás gyerekek szállítása. Sajnálatos módon az idén a busznak egy motorfelújításon is túl kellett esnie. Állítólag ez konstrukciós hiba, hogy ezeknél tehát az ilyen típusú motorokkal szerelt kis buszoknál ez gyakori. Ezt én nem tudom megítélni, az autószerelő mondta ezt, bizonyára így van. Kicsit több mint 500 ezer
forintot tettünk hozzá a közfoglalkoztatáshoz, ugye 4 milliót a civil keretbe, aztán egy sajnálatos haláleset miatt az önkormányzat a temetéshez hozzájárult, szintén pár százezer forinttal. A szociális keretre ugye kapunk egyfajta normatívát, azt megnövelte az idejében a képviselőtestület 1 millió 400 ezer forinttal, ez így körülbelül a 10%-kal ahhoz képest, amit kapunk. Ez valószínűleg nem kerül teljesen felhasználásra. Ami jelentősebb kiadás volt, mondhatnám, hogy nem várt, de gyakorlatilag a házi orvos távozása azért az előre látható volt. A régi új házi orvosi rendelőnek a felszerelése, ami több mint 2 millió forintot emésztett fel. Gyakorlatilag, amikor anno az a szociális épület együttes elkészült az orvosi rendelővel, akkor felszerelésre került, de sajnálatos módon sebes állapotban ezek az eszközök. Nem is az, hogy tönkrementek, hanem tehát mondjuk példaként a vércukormérőhöz már nem lehet kapni tesztcsíkot. Tehát ez az idő múltával. Aztán hát értelemszerűen mondjuk a sürgősségi táskában a gyógyszerek lejártak. Tehát ezeket mind be kellett szerezni. Úgyhogy amit saját forrásból így megvalósítottunk, összességében az több mint 21 millió forint volt, és minden egyéb gonosz híresztelés ellenére az önkormányzat biztos anyagi lábakon nyugszik a továbbiakban is, hiszen közel 50 millió van a kötelezettségvállalással nem terhelt össze. Tehát nem olyan, hogy megkaptuk a pályázatot, mert egy korábban elnyert pályázatunk például a településtervre, ami 3 millió forint, az ebben nincs benne, az kötelezettségvállalással terhelt, tehát azt meg kell valósítani, meg plusz még ahhoz 5 milliót majd hozzá kell tennünk, ahogy készülnek a tervek. Tehát az önkormányzat takarékszövetkezeteknél vezetett számláin közel 50 millió van, ez mai adat pontosan, és a kincstárnál vezetett számlán pedig kicsit több mint 5 millió forint van. Azért tartottam ezt fontosnak, meg érdekesnek elmondani, azon kívül, hogy miket valósítottunk meg, hogy mindezt meg tudtuk úgy tenni, hogy a mindenki által ismert recesszió van. Tehát az energiaárak jelentősen nagyobbak, tehát sokszorosa, mint az előző években. A minimál béremelkedéssel emelkednek a bérek minden szegmensbe. Úgyhogy igazándiból ennyit szerettem volna elmondani. Vannak lehetőségeink, ezért is jó a közmeghallgatás, mert akkor most mindenki el tudja mondani, hogy milyen közcélú vagy közérdekű dologba gondolkodjon az önkormányzat. Jó, úgyhogy akkor én köszönöm a figyelmet, és át is adnám a szót. Én kezdeném, jó, nekem kérdésem lenne, de lehet, hogy nem olyan nagyon fontos dolog, de először is azt szeretném megkérdezni, hogy én rendszeresen nézem a Gyönki TV-n vissza a testületüléseket, én mindegyiket láttam. És megmondom őszintén, én a Farkas Antal nevű képviselőnket nagyon-nagyon ritkán látom. Hogy mi annak az oka, hogy ő nincs, vagy ez lehet, hogy egy csomó ember rászavazott és nincs itt, vagy nem kell itt legyen, vagy nem kell a véleményét elmondja, vagy elmondja ő máshol, bent vannak bizottsági ülések, hogy ez lehet-e tudni, hogy miért van.
Én, mint választópolgár, vagy rászavaztam, vagy nem, azt nem árulom el, de én, mint gyönki választópolgár, én föl vannak háborodva, hogy nem az élet megválasztva, vagy elhiszem, hogy van olyan dolog, hogy nem érnek rá, vagy valami közben jön valami akadály, de tudné azt, hogy ő miért nem jön ide? Vagy nem tudni. Nem, tehát ugye elméletileg a hogy nem kötelező itt lenni, vagy? De a képviselő feladata lenne. Szankció csak, hogyha, ha jól emlékszem, ha egy évig nem jelenik meg a testületi ülésen, és ez nem áll fenn, akkor lehet alkalmazni. Nekem magamnak nincs tudomásom róla, hogy miért nem jelenik meg a testületi ülésen. Mert amikor volt a temetőkor, ugye az út miatt, akkor én elvártam, hogy ott voltam magamban, csak megjelenik, és itt lesz, mármint a testületi ülésen, mikor szóba kerül, de... Jó, akkor lenne még kérdésem, mondhatom egybe, és akkor rólam le van a gond. Nem valami nagy dolog, de azt szeretném kérdezni, hogy ott ugye a futballpályán van az a kis játszótér. Na most nekem a két kis unokám nyáron itt van, és ott rengeteg gyerek gyűlik össze. Mióta az iskolaudvart bezárták, mondjuk nem tudom, hogy miért, oda nem lehet külön bemenni, amit nagyon fájlalott mindenki, mert a jó kis hűsön azok a pici gyerekek nem a 40 fokos melegben bicikliztek, hanem bent. Na de ott a gond, amikor pisilni kell. Én tudom, hogy van ott egy, ugye kislányoknál főleg, és akkor keressük a bokrot, meg a dzsovátot, és akkor, bocsánat, hogy így mondom, mindenkinek volt kisgyereke, pisis lesz az okni, pisis lesz a minden, hogy van ott abban a sportcsarnokbeli WC, a nyáron nem volt nyitva, azt tudom, hogy azt nem lehet kinyitni, hogy esetleg oda be lehessen menni. Nem tud mindenki hazamenni, hát most a felnőtteknek is kell menni, a piciknek meg főleg is. Én látom ott, hogy a bugyit le, és akkor megcsiptel csalán, és akkor hogy nem úgy működik, hogy kinyitjuk, és azt is tönkreteszik, mint a fehér padokat, szóval. Láttam, hogy szétszették a két fehér padot tavaly nyáron. Még a léceket is letörték róla, ami ott volt. Hogy nem lehetne azt kinyitni, hogy legalább nyáron, de tényleg, Gyuszi, rengeteg gyerek van ott, a picikék, a babakocsisok oda jönnek, nagyon sokan vannak ott. Jó, két dolog, tehát ilyet, ami ne is mondjon, hogy valaki közterületen végzi el a szükséget. Hát akkor mondja a 3 éves kislánynak, hogy menjünk haza, rákozzunk a végére pisilni nap, jó, szóval. Mert olyan műz van ott... Így csak ez problémát okoz. Igen. És olyan műz van ott, ha valaki bemegy a sportcsarnok épülete mögött, ugye van ott egy ilyen lefolyószerűség. A sportcsarnok ott Hát az öltözőt mondom én, igen. És annak a játszótér felé oldalán ugye van egy WC, és egész nyáron zárva volt, hogy nem tudom, hogy... Oda van ennek kulcsa egyáltalán, hogy kihez tartozik, vagy... Van. Igazándiból a sportegyesület használja. És van sportegyesület, vagy? Hát egyesület van. Tehát az, hogy mondjuk jelen pillanatban van foci csapat, vagy nincs, tehát attól egyesület létezik, igen. És akkor ki ott a vezér, vagy ki a... Ki ott a főnök, vagy van a sportegyesületnek vezetője, vagy? Dr. Szabó János a vezetője. Ki a Marikának a fiúja? Jó. Tessék. Ja, az ügyésző vagy jogász úr, nincs. Tehát akkor önkormányzatnak nincs ebbe. De, tehát az önkormányzat tulajdona. Csak nem a mi kezelésünkben ennyi, de tehát... Jó, hát nyári korék van, mert ilyenkor jelentkezős távolról úgy sem bújnak ki a picikék szerintem, hogyha oda járnak a... De tényleg kellemetlen. És vannak ott nagy, hát vannak ilyen 10-12-13 éves lányok, fiúk is most. Most nem lehet szabályozni, felnyögnése lehet szabályozni, egyszer kell, akkor kell. Na, most akkor. Ez így van, ez egy teljesen jogos probléma felvetés. Valahogy meg fogjuk oldani. És még egyet szeretnék a futballpályával kapcsolatban, ugye rengetegen futnak ott körbe, és elharapódzott, hogy viszik magukkal a kutyájukat futni. Na most én a kislányaim, a kisunokáimmal bicikliztünk körbe, és haza kellett mennem, és a kutyaszarból kivakarni a kislánynak a cipőjét, mert éppen fölborult, mert elcsúszott benne, meg a biciklit, hogy nem lehet őket onnan kitiltani, hogy nem futtassa a kutyáját. Megmondom őszintén, én nem akartam nekik szólni, mert... Körbe futnak, és akkor fut vele kutya is. Vagy lehet? Ez szabad? Mert én megmondom őszintén, most én menjek és én figyeljem, vagy vigyázz a sport és szedje, de nem szedte össze, mert mi jártunk így, vagy...
hogy a sportületen szerintem, tehát a játszótéren, sportintézményben elméletileg nem lehet kutyát sétáltatni. És akkor körbe az a sorakban minek számít? A sport létesítmény, de tehát táblát kirakunk. Nem lehet neki tenni egy táblát, de viszont azt gondolom, az nem megoldás. Én gondoltam, bocsánat, hogy közben valaki szólok azoknak, akiket láttam, de meggondoltam, mert a kisboltból jött egyszer egy apuka a kisgyerekével, és pont előttünk öntötte a maradék chipset a szájába, és akkor az acskót oda le, és én mertem neki szólni, hogy talán nem kéne ledobni. Hát nem mondom meg, hogy mi volt a válasz, és akkor megfogadtam, hogy én soha többet senkinek nem szólok semmit. Hogy nem, megmondom őszintén, nem mertem a kutyásoknak szólni, hogy már ne én pucoljam le a gyerekem szandijáról. Lehet, hogy nem mindegyik csinálod, amikor ott vannak, most én gondolom, de azért én nem tudom, hogy ott van-e a helyük. A másrészt, tehát egyrésztről azt úgy emlékszem, hogy játszótéren, sportlétesítmény területén nem lehet kutyát sétáltatni. Ez az egyik oldala a felvetésnek. A másik, a felelősebb tartásnak és a kutyasétáltatásnak az alapvető feltétele, hogyha oda piszkít a kutya, akkor összeszedik. Hát én még nem látom, hogy összeszedik. Ugye én pont rálátok a focipályára. Most ez, tehát kihelyezhetünk táblát, de ez körülbelül ugyanaz lesz, mint hogy széttörték a padot. Tehát, igen, azt a két fehér padot, egyiknek mennyi, másiknak mennyi, és letört szét a padot, de... De nem tudom, hogy ha azt láttam volna, hogy kiúdanak, szóltam volna biztos, és a létszer vettem volna fejébe, bocsánat. Ez a... nem tudom, hogy... Igen, a tetlegesség az nem. Tehát az önbíráskodást a törvény bünteti. Tehát ezt azért nem javasolnám. Viszont a szólni, arról az a véleményem, hogy ha nem szólunk, akkor az ilyen cselekményeket végzők azt gondolják, hogy ez természetes és normális, amit tesznek. Mert nem szól nekik senkiért. Hát nem tudom, hogy a többi anyuka vagy apuka, aki ott van a gyerekekkel, az esetek szólt-e nekik, mert akkor is futkostak ott kutyákkal, amikor gyerekek voltak, azt nem tudom, de én nem... De egyébként szemetelni is tilos. Tehát, pedig aztán ott a sport... De itt a jegyző az, akinek ez mind a hatóságilag a szabadkérdési eljárások a jogköre, és bizonyára örülne, hogyha minden héten lenne legalább egy ilyen 3-4 bejelentése, és akkor eljárna ezekben az ügyekben, jó, és akkor előbb-utóbb leszoknának róla. Tudom, hogy ezek nem nagy ügyek, de bosszantóak, hogy de ezek nagy ügyek. De ezek nagy ügyek. Egyébként... És azt nem tudni, hogy az iskola udvart miért zárták be? Miért van rajta akkor a lakat, hogy miért nem szabad bemenni a gyerekeknek? Olyan jó kis csapat volt ott, a picikék azon a betonpályán, bicikliztek a hűsfák alatt, hogy miért nem lehet bemenni? Te tudod? És miért nem? Az iskola vezetés rendelte, hogy zárják be a kapukat, mert hasonló problémák voltak, és egyszerűen nem volt személyzet, aki összeszedje a szemetet, amit ott csináltak hétvégén sokszor. Az idén pedig hát sajnos vártak ki fákat, mert elöregedtek a fák, és kénytelen volt az önkormányzat kivágani, úgyhogy sajnos nincs is már annyi árnyék. Azt látom, hogy kiváltak. De jó megoldás volt a gyerekeknek, én is vittem oda a saját unokáimat. De én nem tudom, az a csapat, aki oda szokott járni, hát akkor, amikor én az unokáim ott voltam, én az olyan normális emberek voltak, én azt nem láttam, hogy szemeteltek. Dobozolozták az uzsonnát és abba rakták a... De más is jár, jó, gondolom, hogy jön. És akkor emiatt van zárva. A óriási probléma, hogy a fiataloknak nincs helye Gyönkön, tehát nem tudnak hova menni. És ezért a hétvégi bulikon is szerettek oda járni a gyerekek, mert nem volt hova leülni, és ott volt néhány pad. De sajnos nem, hogy hagyták ott a terepet, ahogy kellett volna, és akkor az iskola vezetés úgy döntött, hogy akkor nem hagyják nyitva. Egyébként ezeket, amiket Etanéni említett, erre van szabályozás, a közösségi együttélés szabályai, amire van önkormányzati rendelet is. Azt fejből nem tudom most megmondani, hogy ez minden benne van-e, itt jegyző azt mondja, kisegített, hogy minden nincs benne, de van benne, de ez egy remek felvetés, hogy akkor a képviselő testület gondolja át a közösségi együttélés szabályait, és módosítsa a rendeletet, vagy akár alkosson új rendeletet ennek kapcsán.
Kicsit mellékesen megjegyzem, hogy minden jogszabály csak annyit ér, amennyit betartanak, vagy betartottak belőle, tehát... Csak az a helyzet, hogy ugye aki felnőtt emberek is, tanult emberek is, akik ott futtatják a kutyájukat, lehetne annyi eszik, bocsánat, hogy ilyen parasztosan fogalmazom, hogy nem oda való. Én látom az Aladics Gábort a két szép kutyájával, ő elviszi ki, őt nem láttam soha a focipályán, ő futtatja őket, sétáltatja őket, de elviszi ki, és megvan, hogy hol, úgyhogy... Hát fusson a határ, vagy nem tudom, fusson itt, de a kutyát azt meghagyja ott. Annak is vannak szabályok, tehát a határon sem futhat a kutya csak úgy, de... De nem a futballpályára jön legalább. De igen, de legalább kevésbé zavarja a lakókat. Nagyon elzavarja a szakosokat. Csak nem mindegy, hogy hova jössz. Jó, köszönöm szépen, én csak ezt... Még köszönjük is, ez nagyon jó felvetés volt. Jaj, bocsi, ne haragudj, Géza, még valamit. Láttam, hogy a futballpályán a salakpályát azt a polgármesterünk tette rendbe, úgyhogy igen, én büszke vagyok a polgármesterre, hogy láttam, hogy egész nap ott vagy, tán kettőt is dolgoztál ott rajta, egyet egész nap, úgyhogy csak azt akartam mondani, hogy szeretem mondani, hogy büszke vagyok rá, hogy... Kevés véletlenül rúgás talán. Igen, simább, mert a lány unokáim, hogy bicikliznek, és sokkal simább lett, úgyhogy Géza, bocsánat, hogy beleszéltem. Hát én az ifjúságot képviselem, az ifjúsági lakótelepről jöttem, ugyanis. Aztán én csak annyit szeretnék pár szóval mondani, hogy a futballpálya felső részénél van az az árok, ami ott levezeti a vizet. Ott már a járdalapok bedőlnek, ha jön egy nagyobb eső, akkor végig fogja szedni az egész járdát, hogy azt azzal kellene csinálni, azt a pár lapot visszarakni, hogy tényleg ne dőljön be. Ez közvetlen a futballpálya? Futballpálya és a lakás. És a rézs között? Nem, kívül az út mellett. Hogy megyünk fel a ifjúsági lakótelepre az úton? A fiam lakása mellett. Igen. Hát ott jön le az ifjúsági lakótelepre az összes víz, és tényleg ott hozza le a szemetet, meg hoz mindent, és már ha egy nagyobb záporás van, akkor ott bedöntheti ezeket a lapokat, és utána teljesen tönkre megy az árak. És akkor nagyobb... Akkor ez gyakorlatilag a csúszó a bolt felől. Igen, csúszó a bolt felőli árok. Igen. Akkor mindjárt itt kapcsolódnák ugyanehhez a részhez, hogy ott esténként olyan sötét van ezen az útszakaszon, hogy ott van egy villanyoszlop, oda nem lehetne föltenni egy lámpát, hogy ott lehessen látni, mert este elbotlik valaki, vagy elesik. Már volt úgy, hogy én jöttem, ott feküdt az ember, és nem tudtam, hogy ki az, mert nem is láttam, hogy ki fekszik ott a földön. Akkor a harmadik dolog pedig az lenne, amit még szeretnék mondani, hogy ahogy megyünk itt a Diósvölgy felé, az ifjúsági lakótelepnél, ott van az a hátteresz, és abban 3-4 vas rács, az el van törve, nehogy van balesetre, azt ki kéne javítani. Az nem nagy dolog, hogy azt meg kell geszteni, csak tényleg nehogy egy baleset legyen, mert akkor utána jön a kellemetlenség. Akkor még egy szépészeti dolgot mondanák, ami nem az ifjúsági lakótelephez tartozik teljesen, hanem a Táncsics Mihály utcához, hogy itt a kastély mellett vannak azok az öreg fák, amik már így össze-vissza vannak dőlve. Már hagyom ütik az árkot, hogy azt ki kéne pucolni, mert hát az úgy rontja a városnak a képét. Ez a Táncsics utca felől? Táncsics utca felőli rész, a nagy árok partján. Azt még én ültettem azokat a nyárfákat. Vagy igen, nyárfákat. Hát az 50 évvel ezelőtt volt, és most már azok megöregedtek, és már össze is törtek. Ki kellene bocsani, meg még ugyancsak a végénél, ott, ahol bekanyarodunk a ifjúsági lakóterepre. Ott van egy tuja, még mellette van egy ilyen nagy bokor. Ha valaki kikanyarodik a ifjúsági lakóterepről, nem lehet belátni az utat, nehogy valami baleset legyen ott. Hát én ugye a szükebb környezetemhöz ennyit mondtam volna, vannak itt többen a faluból, tán ők is mondnak még egy pár. Itt a városból, Na, mi a kertfárokban voltunk. A jó a belváros. Jó,
Jó, azt gondolom, tehát a zárók abszolút nem. A közvilágítással jelenleg egy másik helyen is tárgyalunk lámpatest felhelyezésében. Akkor most igazándiból annak nagy jelentősége nincs, hogy egyet vagy kettőt helyezünk fel. Akkor mielőtt azt megrendeljük, akkor itt is lefotózzuk, hogy hova kell, és akkor ennyi. Nem áteresz, ugye az egy ráccsal burkolt árok szakasz. Többször hegesztjük azt a rácsot sajnos. Nem arra tervezték, hogy azon buszok menjenek keresztül. Tehát ideig óráig tart sajnos a hegesztés. Tehát nem tudnám megmondani, hogy hányszor hegesztettük meg az elmúlt évek során, de körülbelül addig tart. Valószínűleg az egészet ki kéne cserélni egy nagyobb teherbírásúra, tehát ami nem törik így el. A fák a közúté. Tehát azt pontosan tudom, azt egyezkedtem a közúttal nem csak itt, hanem úgy, ott tehát ez a 63-13-as út, ott az ároknál több ilyen fa van, még a város határán kívül is, aminek korábban nagyon belógtak az ágai, és próbáltam egyezkedni a közúttal, hogy nem kell az önkormányzatnak a fa, kivágjuk, levágatjuk, akármi csak tűnjön el onnan, ne legyen ilyen forgalom akadályozó. Ha én jól tudom, akkor az a fa az a kerítésen belül van. Mert az még a TSZ udvarnak az udvarán épül. Jól tettük. Tehát nem az állokban van, hanem benne a telken. Az lehet, hogy a kerítésen belül van, attól az még az árok. Tehát valószínűleg akkor a kerítés nem volt jó helyen. Igen, körülbelül 2 éve kaptam el ígéretet, hogy az erdészük akkor kilátogat, de akkor ennek újra nekifutunk. Ugye közben az árok kotrák, amikor az útfelújítás történt és kotolták az árkot, akkor ennek egy része az rendeződött, de úgy látszik csak egy része. Okoztak is bokrot legalább, ami ott van a sarkon, azt legalább vágjuk ki. Azt kivágjuk saját felelősség. Mert az tényleg csak minden évben kihajt, tehát az egy olyan bokorcsak, hogy nem lehet tőle belátni az utat. Köszönöm, hogy ennyit szerettem. Köszönjük szépen ezt megint. Jó és közérdekű észrevétel volt. Akkor azt hiszem, érkezési sorrendben én következem. Amik felvetődtek itt a dolgok, ez a közösségi együttéléssel kapcsolatos viselkedési normák. Ha csak egy határozat születik erről, és ez írott malaszt marad valamilyen dossziéba lefűzve, akkor ez szép kevés lesz. Ebből nem lehetne plakátsorozatot csinálni, vagy valamit, és le lehetne cepavózni itt a falut vele? De, hogy tudják legalább, hogy ilyen létezik. És esetleg mindjárt valami következik. Jelenleg is van rendeletünk a közösségi ügyintézés szabályairól. Közé tesszük, de az önkormányzat honlapján fönt van ez a rendelet. Mielőtt elmennék kutyát kutatni, előtte megnézem az önkormányzati rendeleteket, nyilván itt az így működik. Azt gondolom, sem a kvadrongálókat, sem az egyéb ilyen tevékenységet folytatókat, ezt nem fogja visszatartani, de nem is rúgáljuk gondolok, hanem azokat bátorítaná, akik esetleg szóval szedélytek. Jó. Mert esetleg ott lehetne a szankció is mindjárt mellette, hogyha összetörött kisfiam a padot, az 10 hét közmunkát fog neked hozni. Vagy valami. Na. Mondjuk a pad, tehát az rongálás az bűncselekmény kategória, ugye értékhatártól függően, a többi az pedig szabálysértés. Hozzá szabadna szólni? Igen. Azt szeretném kérdezni,
hogy itt a kis vendégülőnek a sarkán, régi cukrászda, vagy mit tudom én, hogy ott mindig tele vannak sörös dobozokkal. Egy kis szemetest nem lehetne oda tenni, akkor hát, ha már ott piknikeznek legalább, akkor belárnak rá. Így a végig van, ki van rakva. A kis, melyik a kis vendégülő? Mi ezt a gesztenye? Régi kis vendégülő volt. Igen, csak volt régen. Hát például a közösségi együttélés szabályaiban is azt hiszem, hogy benne van emlékeim szerint, hogy, hogy közterületen tilos az alkoholfogyasztás. Tehát már 10 métert ne kellene így menni ott. Tehát ugye, igazándiból... Vigyük oda a kezébe, a számítládát. Tehát igazán nem fogyaszthatna ott alkoholt senki, akinek... Kukára lenne szükségére. Én sokat sétálok. Hat kocsmából most már csak egy van. A Tom Market lépcsője tele van, most már azért. Akkor még egy kérdésem lenne. Elnézést, hogy van szóta. Egy magunkötött vagyunk. Milyen funkciót szánunk a malomnak? Semmit egyelőre. Illetve, tehát most gyakorlatilag az, hogy milyen funkciót szánunk neki, az nincs napirenden. Egyelőre a felújítási tervekhez, a tervek elkészítésére pályáztunk. Az rendben van, de azt gondoltam, hogy akkor van további elképzelés is az épülettel kapcsolatban. Hát egyelőre meg kéne valahogy őrizni, mert a tetőszerkezet katasztrofális állapotban van. Annak folyamányaként azért most már malom többi része is. Tehát egyelőre az állom megóvása a cél. Az, hogy milyen funkcióval töltsük meg, az arra nincs ötlet. De ha van valami jó ötlet, az szívesen meg. Nagy 25 évvel ezelőtt ott a rendszerváltás lelkes időszakában még, akkor volt egy elképzelés ezzel kapcsolatban, még statikust is hívtunk, hogy nézze meg az épületet, hogy mit kell, vagy mit lehet egyáltalában kezdeni vele. Akkor az volt az elképzelés, hogy egy összejöveteli tér, vagy rendezvényterem, vagy valami ilyen lenne, mert hogy annál nagyobb, mint ami a kultúrházba létezik a nagy terem, hogy több emberbe foglaló rendezvénytermet lehetne kialakítani benne, meg voltak még ott elképzelések, hogy hogy lehetne több részre osztani, esetleg ha kisebb rendezvények vannak, meg egy helytörténeti kiállítást tervezett az a csapat, aki akkor éppen ezzel foglalkozott, hajlandó volt, ahol össze tudtuk volna fésülni a múltunkat, az falunak, bocsánat, a városnak a múltját, meg az akkor aktuális jelenét, hogy aztán ez még egyáltalában működőképes lenne-e, vagy lehetne-e, azt nem tudom megmondani. Bizonyára, tehát mind a művel, tehát ha már romos épületekről beszélünk, mind a művelődési ház, mind a malom épület, mind pedig a mozi épülete, a méretükből kifolyólag a komplett felújítás az csak valamely pályázati forrásból tud megvalósulni. Tehát az biztos, hogy arra az önkormányzatnak önereje nem lesz. Az, hogy most 10 milliókból itt-ott foltozgassuk, annak én személy szerint sok értelmét nem látom, mert az nem jelent megoldást. Funkcióját tekintve a közösség, tehát így egy közösségi tér kialakítása, most így gondolkodom a malom helységeibe, de hát ha csak össze nem nyitunk kettőt, akkor úgy nem. Össze lehet.
De azért mondom, mert így most a rendelkezés állok, ahogy gondolkozom benne, azok sem nagyobbak, vagy nem jelentősen nagyobbak, mint a művelődési ház nagy terme. Amilyen nagyobb közösségi szintér lehetne, az a moziban maga mozi rész. Tehát ugye ott az egy nagyobb tér, színpaddal, tehát egy nagy közösségi tér, ahol esetleg nagyobb rendezvényt lehet be téren tartani, azt gondolom mondjuk az inkább megfelelne, de visszatérve a kérdésre, nincs jelenleg koncepció, a koncepció az, hogy javítsunk az állagán. Annak idején, mondom, hogy ez 20 évekkel ezelőtti a dolog, annak idején a statikus az azt nyilatkozta, hogy a malom épület jobb állapotban van, mint a mozi épület. Tehát kevesebb ráfordítással jobban hasznosíthatóvá lehet tenni, és ezért gondolkodni a malom épületben, bevallom őszintén, csak zárójelben, hogy kis híja volt, hogy részvénytársaságot nem alapítottunk a malom épület hasznosítására. Ez volt még a lelkesedés időszaka, úgyhogy akkor még ilyen elképzelés is létezhetett. De egy olyan helységre nagy szüksége lenne szerintem azért a falunak, ahol mondjuk 50-nél több ember is megérne. Ezzel tökéletesen egyetértek. Illetve ahogy a közösségi, tehát ugye a Petőfi utcai szociális ingatlannál ami van közösségi terünk, amilyen annak a lefoglaltsága, tehát hogy gyakorlatilag minden hétvégén van benne valami kisebb családi vagy akármi rendezvény, azt gondolom, hogy tehát nem csak akár önkormányzati vagy akár valami egyéb civil igény, hanem egyáltalán lakossági igény is mutatkozna arra, hogy legyen valami nagyobb rendezvény terem. Jó, tehát ez most mondhatnám, hogy ez napirenden van, de az csak részben lenne igaz, mert akkor lenne napirenden, hogyha tudtunk volna már erre valami forrást szerezni. 25 év múlva visszatérünk rá, jó? Úgy legyen. Szerintem a 25 évvel ezelőtthöz képest annyival más világ lett, hogy itt az elmúlt 2-3 évben igenis láttuk a bőrünkön, hogy az energiaárakkal olyan mentén nem tudtunk mit kezdeni, hogy igazából felmerült egy csomó helyen az, hogy a meglévő épületet mondjuk bezárjunk átmenetileg a téli időszakra. Ugye ezekkel az a baj, hogy nagyon rossz hőszigetelésű épületek, nagyon rossz nyílászárókkal vannak felszerelve, és amit az ember tudna tenni, az pont mondjuk otthon mit csinál az ember, 15 cm hungarocent rátesz, vagy hőszigetelő anyagot, amivel pont mondjuk egy építészeti értéket meg eltakarni. Vagy ugyanaz a nyílászárókkal, hogyha ezt műanyag nagyon szuper meg lehet oldani, de hogyha bármi olyan szempont van, hogy akkor állítsuk vissza az eredeti állapotot, akkor azt ma egy korszerű mutatókkal rendelkező nyilázárokkal az hol bírés pénz. És mellette... De nem megoldhatatlan. Nem, de mellette akkor is valami olyan funkciót kell találnunk, amivel legalább a fűtési költségét kihozza. Tehát jelenleg így is az önkormányzat szerintem nagyon sok millió forintot fizet a különböző épületeinek a fűtésére. Tehát ezzel az a baj, hogy én értem azt az oldalt, csak most látjuk, hogy drasztikusan változott meg úgy a dolog, és főleg amikor mondjuk a gázpénzéria közepén, amikor a 16-szoros gázár kijött, akkor igazából láttuk azt, hogy a művelődési házfűtési költség 1 millió forint volt, és hogyha levezettük, hogyha nem csinálunk semmit, akkor 16 millió forint lesz. Tehát ez ma már egy tény, igenis sajnos, amivel oda kell figyelnünk, és ez probléma, és hiába lesz utána csili, mire nem tudjuk fél évenként használni. Ez 25 évvel ezelőtt is volt olyan ötlet a hasznosításnál, hogy lehet kereskedelmet kell
folytatni benne, mert az kifizető. Azt szokták mondani, hogy az a profitos szakma, amiből lehet ilyeneket csinálni. Nem tudom, polgármester, hogy mit szólna, hogyha tényleg egy ilyen technikus. Én nem értettem, hogy milyen kereskedelmet, azt kérdeztem jegyzőasszonytól, mert nem hallottam. Leánykereskedelem. Piros lámpás. Leánykereskedelem. Nem értettük itt, tehát a logikai része értettő, tehát azok a szappák, amik kitermelik azt a profitot, amiből tényleg lehet 25 fokot fűteni is. De tényleg ez sajnos, ez most egyre nehezebb is. Világosi. Nem, csak ez tényleg azért elgondolkodtató nekünk is most, hogy mely épületeknek, hogyha nem nincs meg a fokció, nincs meg a használat, akkor majdnem, hogy egy kicsit néha fölösleges csak, hogy fölöslegesen fizessük az alaprezsit is, tehát életveszélyes így lenne. Nem mondtam én ezt, hogy ez 0-21-ben folyamatosan. Én sem mondtam, hogy ez kizáró dolog lenne, csak hogy ez az elmúlt éveknek most szerintem nagyon érződik ez a dolog. Ebbe is fogom gondolkodni. Jó. Azért mondtam, hogy most elsődleges cél az, hogy ne romoljon tovább az állapota, illetve elsődleges cél az, hogy legyen a kezünkben valami terv. Tehát azt mondtam, hogy az idén is 900.000 forintot költöttünk különböző ilyen tervezésre, az utat, amire pályáztunk, meg kellett terveztetni, a projektelőkészítő tanulmánytervet el kellett készítetni az áruknál, amire pályáztunk. Tehát ezek azért több százezer forintos kiadások voltak. A Malom vonatkozásában most arra pályáztunk, hogy ezt a tervet, hát nem ingyen, mert van önereje, de ahhoz képest relatív ingyen megcsináltathassuk. És ha vannak ilyen fiókterveink, akkor amikor van lehetőség, vagy van egy jó ötletünk, hogy leánykereskedelmet szeretnénk folytatni, akkor visszatérve az előző felvetésre, akkor van mihez nyúlnunk. Tehát, és ennek a pályázatnak eredménye mikor várható? Azt tudni ennek a Malom, amit mondasz? Az csak terv, nem tudjuk. A tapasztalat az, hogy a választások előtt meg lesz. Tehát ennyi. Tehát gyakorlatilag már csak fél évet kell aludni hozzá, és ebben az időszakban valamikor meg lesz. Igen? Nekem lenne egy-két kérdésem. Tehát most már nyomda épület, ott a Petőfi Sándor utcánál, most nagy örömmel hallom, hogy esetleg elkészül az árok kibérelése. Viszont ott van egy kis híd. És az a híd épp olyan romos állapotban van, hogy most már nagyon félve közlekedünk rajta. És az a kérdés, hogy az a kis híd kié? Ha a városi, akkor szeretnénk kérni, hogy amikor megcsinálják az árkot, akkor azt is javítsák meg. Ha meg a miénk, akkor nagyon szívesen megcsináljuk, de most rászoktak az emberek, hogy nem tudnak megállni a szociális gondozó vagy a rendőrség előtt, és beállnak oda a mi területünkre, amely csak annyiban problémás, hogy a híd állapota rossz, tehát félve közlekedünk már mi magunk is rajta, tehát bármikor beomolhat. Kettő pedig hát az, hogy a szállításunkat egy kicsit zavarják, de ezt majd mi egy táblával rendezünk. Kapcsolódva az előző sportpálya béri toalett problémához, jelezném, hogy nekünk komoly problémát okozott, hogy ott a buszmegállóban levő kis intézményben ivó emberkék úgy oda bejártak a mi, a volt rendőrség és a mi házunk mellé, és egyszerűen már nem lehetett a húszaktól megmaradni a nyomdában. Úgyhogy most sikerült olyan szinten megállapodást kötni, hogy amilyen szinten lehet, zárják már be azt a kaputot, mert oda beengedték a bicikliseket, hogy ott tárolják. Hát így most hol érezzük, hol nem érezzük. Erre lenne egy esetleges felvetésem, tudom, hogy a város zsebében való turkálás, de esetleg
a buszmegállóhoz és a sportpályához egy-egy mobil WC-t, ha ki lehetne helyezni, akkor az talán megoldás lenne. A buszmegálló az működik. És működik, és reggel 6 óra este, lehet menni. Most tudom, meddig működik. Amíg, szombat, vasárnap nem, de működik. Amíg a busz közlekedés van. 6-tól 4-ig, vagy hogy van? Egyébként szerintem, nem tudom, a híd. Jó? Haladjunk sorban. A híd, nem tudom fejből megmondani, hogy kinek, minek a tulajdona. Vélhetően nem a városé, tekintve, hogy az áru sem a városé. Megkérdeztük Ferit, Bakonyi Ferit, és ő meg azt mondta, hogy a városé. Na most akkor nekünk csak jó lenne, ha tisztázódna. Mert megcsináltatjuk. Megnézzük ezt. Jó, lépni kellene valamit, ezt. Mielőtt összeomlik. Ez a probléma ebből a szerződből. Ezt megnézzük. A közterületen vagy másnak a magánterületén vagy területét illemhelyként használni, arra ugyanazt tudom mondani, hogy az tilos. A buszmegállónál a váróba, vagy a váróból nyílóan, mint utasforgalmi létesítmény, ott van mosdó. Tehát azt használhatják. Ha jól emlékszem, talán úgy, hogy a menetrendhez igazodva fél vagy egy órával az első busz indulása. Hatkor nyitnak, bocsi, hogy közben beszélek, csak én sokat utazom, és onnan tudom, hogy jó, hatkor már nyitva van. De szombat, vasárnap nincs nyitva. Akkor még a várat is bezárják. Igazából az utasforgalmi létesítménynek, amikor forgalomban nyitva kellene lennie, szerintem. Nincs nyitva, nem az árat, szombat. Jó, szégyellem, nem utazom busszal. Az, hogy a vendéglátó egységben ivók máshol végzik el a dolgukat, nem vagyok benne biztos, hogy a vendéglátó egységet üzemeltetőnek nem kellene-e mosdót is üzemeltetni. Tehát szerintem, de ezt megnézzük. Megnézzük. Hogyha, ha kell neki, akkor az ő kötelezettsége, az, hogy hova teszi mondjuk így a mobil WC-t, az egy érdekes kérdés, mert gyakorlatilag ott csak közterületre tudja tenni, de kér közterület használati engedélyt, és ez nem fogja megakadályozni. Hozzáteszem, szerintem az is elég büdös. Inkább haladnék, lenne még kérdésem. Egy észrevételem és egy kérésem. Egy észrevételem, amikor mi ide költöztünk, véletlenül a kutyusaink, hát két komondor, tehát nem kis darabok, de két szabadultak két éve karácsonykor, és rohantunk haza, és még az idős rendőrbácsi nem engedte a fiatal rendőrbácsinak, hogy megbüntessenek minket, mert ő nagyon szerette volna, de mi azóta villanypásztort húztunk, tehát a mi kutyusaink nem jönnek ki. Én viszont nem merek gyalog bejönni a városba, egy ideig rossz volt az autó, gyalogolnom kellett, viszont egyszer három kutya, köztük egy harci kutya is verődött össze, és azokat többször láttam azóta, és megmondom őszintén, hogy azóta nem merek gyalog bejönni, azért, hogyha lesz kell szaladnom a boltba, vagy bármit sem, mindenképpen autóba ülök, mert én a harci kutyától félek. És három kutya együtt, nekem sok, még akkor is, ha valaki engem ezért kinevet. Tehát, hogy erre, ha valamiféle fajta megoldás lehetne találni, azt nagy örömmel... Van, ezt tessék jelezni, az önkormányzatnak szerződése van gyermekmesteri tevékenységre. Értesítjük a gyermekmestert, befogja a kutyákat, és hát ha csippelve vannak, ami igazán, ugye ez is kötelező lenne, bár nem vagyok róla meggyőződve, hogy az utcán szaladgáló kutya feltétlen meg van jelölve. Mindegy, ha csippelve van, akkor megvan a tulajdonosa, az eltartásnak vannak szabályai, akkor a tulajdonos ezt megsértette, és megint egy edzőasszonyra tudok mutatni, aki eljár az ügyben. Ezt csak így tudjuk, csak tessék jelezni, tehát az, hogy... Most, azért szóltam most,
Csak megmondom őszintén, hogy ez, hogy a félek a kutyától, hogy... De akkor jelezni, amikor kint vannak. Tehát amikor érted, az, hogy tegnap kint volt, azzal igazából nem sok mindent tudunk. Tehát általában véve nem merek lejönni gyalogban nekünk együtt. Köszönöm. És az utolsó, és tudom, hogy nem az önkormányzathoz tartozik, de szeretném még egyszer jelezni, Viszla felé lakunk, ott jönnek 100-150-nel, túráztatják ott magukat, és hát a múltkor a rendőrbácsi megpróbálta az egyiket utolérni, hallottuk a hangokból, hogy nem jött neki össze, viszont nem lehetne valahogy egy kis segítséget kapni az önkormányzattól, hogy azt a gyöngitáblát kijebb helyezni, mert mi ott sokan lakunk, most beszélgettem a völgyben lakókkal is, a magyarékkal is, mindenkivel beszélgettem, és mindenki szeretné azt a biztonságérzetet legalábbis hinni, hogy egy az, hogy belterületen lakunk, kettő pedig, ha vannak olyan emberek, akik ha tudják, hogy ott tábla van és ott állhat a rendőr, akkor ott lerassítanak. Mert ott őrületes tempóval jönnek, ez a szemem láttára rögzült az őz, úgy csapta el, jöttem ki a házból, és úgy csapta el az autóval, hogy szegény őznek nyikkanni nem volt ideje. És ha kiállunk onnan, próbálunk onnan kiállni, nagyon komoly életveszélynek vagyunk kitéve, alig, hogy kiálltam, már ott állt mögöttem is villogott. Tehát, hogy én tudom, hogy ha én beérek kis tormásra, tudom, hogy a kanyarban ott van a tábla, én már előtte lassítom. Tehát arra gondoltunk, ott sokan, többen, hogy ha esetleg ilyen segítséget kaphatnánk az önkormányzattól, hogy azt a táblát kiebb helyezni, akkor ezt nagyon szépen köszönnénk. Jó, ezt megnézzük. A gyermekkoromban az biztos, hogy a magyar ég előtt volt a tábla. Na akkor csak annyit kérnénk. Sajnos az már régen volt, de nem tudom, hogy ez meg... Nem véletlenül kerültem az lejjebb. Nem véletlenül került bejjebb. Azért, hogy több legyen a külterületi lakos, mert valamilyen járműbeszerzéshez, vagy nem tudom, mihez az önkormányzatnak szüksége volt. Mindegy, mert se így sem, nem tudom, falu gondolkod, tehát ilyen szempontból nem releváns, tehát utána nézzünk, hogy vannak ebből jogköreink, és hogyha ha van, akkor kiért tesszük a táblát. Sajnos ez a gyorshajtókat nem fogja megakadályozni, mert a Rákóczi utcában sokkal lejjebb lakókat is zavarják a gyorshajtók. Meg a Táncsicsban is nem sokkal. Ez a jobb utaknak a hátránya, ha több lenne a gödör, nem mennének gyorsan. Tehát Varsádon elég volt háromszor kiállni a rendőröknek a trafibaxal. Na, akkor ötször kiállni, aztán most mindenki tudja, hogy mennyi az 50 kilométer. Én mondjuk rendőrökön sem láttam már egy évvel. Hát elnézést kérek, a gödör az jönni fog, mert arra sítás van. Mikor már nagyon csúnyán a kanyarban alámosta a víz az utat, és mi előttünk olyan vastag vízátfolyás van állandóan, hogy ilyenkor bizony attól félünk, hogy azon valaki megcsúszik és repülni fog. Tehát, hogy azt az utat ott nem jól csinálták meg, ott valami... Tehát ott vízátfolyás van. Tehát ott is... Köszönöm, ennyit szerettem volna. Köszönjük, a tábla kérdést megvizsgáljuk, meg akkor itt a mosdó kérdést is. Tehát azt a buszmegállói kocsmát, azt eladták, nem? Ott nem működik már kocsma. Azt mondták, hogy eladta az, akié volt, nincs. Én sokat utazom, csak onnan tudom, hogy az be van zárva most, nincs. Azt mondták, valami német házaspár vette meg, és valami butikot, vagy nem tudom, mi lesz. Tehát mint kocsma nem működik, eladta az udvari gazdája, ott nincs semmi se most. Néha látta, hogy itt van. De mégis még egy-két hete, hogy a rendőrséghez mentem, én láttam ott italral állni embereket. De végig teljesen kiszámítva, de én is úgy láttam.
És csak egy felvetés, hogy mivel elindítottuk ezt az újságot ilyen-amolyan gödrös útvonallal, tehát voltak göröngyök az elején, de felajánlanánk, hogyha van valamilyen közzéteendő hír, akkor nagyon szívesen beletesszük az újságba. Ezt köszönjük szépen. Élni fogunk vele. Például a közösségi együttélés szabályait, akkor ott bővebben ki is tudjuk fejteni, hogy több lehetőség van, mint egy plakáton. Úgyhogy ezzel élni fogunk akkor a közeljövőben. Ugye ezek legalább akkor a jelenlegi szabályozás. Csinálunk egy ilyen kívánc. Ez az újsággal kapcsolatban is, itt is megmondta a Lő, hogy benne volt a hulladék szállítás időpontja. Most, hogyha valaki ezt nézte meg, vagy a önkormányzat honlapján a szelektív hulladékgyűjtéshoz, akkor eltévesztette az időpontokat, mert én is így jártam. Meg én is így. Már rosszul van fent, hogy frissítsétek. Igen, igen. Igen. Holnapra van, de péntekre van, és majd tegnap. Hogy valami nem stimmel. És ha már szelektív hulladékgyűjtés, igaz, hogy itt az állami rendszer, most ugye lehet, hogy visszafelé térünk a régi rendszerhez, államosítunk mindent. Igaz, hogy a MOL-hoz került a szelektív gyűjtés, de ennek ellenére ugye működnek a hulladékudvarok. Én Szedrecsben majd minden hónapban viszek oda valamit, kicsit bonyolultabb lett, de azért lehet. Igaz, hogy a műanyagot nem lehet odavinni, nem tudom, hogy miért. De valamikor itt nekiálltunk, és úgy volt, hogy egy szelektív hulladékudvar összejön. Van ezzel valami terv? Lehet-e? Most gondolom egyre nehezebb lesz, de... Nem, ez egyre könnyebb lesz. Ugye a MOL beígért több mint 3000 ilyen hulladékudvart, és akkor remélhetőleg jut, ha nem is konkrétan gyökre, de ide a környékbe. Nem is minden, de legalább az alapvető dolgokat le lehessen rakni, ne az utak mellé rakják le. Egyébként Szedrecsbe rendkívül sok mindent lehet vinni. Műszaki hulladékokat, növényvédőszert, kivéve a műanyagot, csak reklámként. Kicsit odébb kell menni, nem az utak mellé lerakni. Jó, ez megint olyan megtárt, ugye amikor átkerült a MOL-hoz a hulladékszállítás, meg megjelentek ezek hírekbe, akkor én azonnal jeleztem, hogy ide nekünk szükségünk van rá, illetve előtte már a Vertikállal is egyeztettünk, hogy kellene ide egy hulladékudvar, aztán a szemétszállítás, illetve a hulladékgazdálkodás átrendeződése miatt az megrekedt. De most mondom, tehát amit mindannyian láthattunk a médiában, tehát azért nagyon sok ilyen hulladékgyűjtőpontot, ilyen kisebb hulladékudvar elhelyezését beígérte a MOL rövid időn belül. Remélem, hogy akkor ott mi is jó eséllyel indulunk. Minden településre. Igen. Ez nekem is feltűnt, tehát lehet, hogy elírták a számot. Ja, mint a vakcináért. Hogy? Mint a vakcináért. Egy nullával. Jó. Mi ketten nem szólaltak meg? Hát én szeretnék, ha nem maradok. Csak most így. Jó, csak oké, csak megvártam. Arra kíváncsi, hogy ott a V utcában az az árak, a kis árak, az most ki. Tehát a Dáncsics végén, tudod, hogy megyünk be a Téglagy utcában. Hát ami az útnak a jobb oldalán, a Töves útnak a jobb oldalán, tehát a Dáncsics, tehát a V utcában. Tehát, hogy gyöntről megyünk Vincenhegyen, a jobb oldalán. Igen. Közút. Jó, és az árak és a Töves az út között az a terület, az ki. Tehát ott megyünk tovább, tehát maga az út és a kisárok között rész, az kiét. Az önkormányzat, jó. Az köztemben. És egy nagy baj van még ott, hogy a kifolyó, tehát átfolyó egyedül csak előttünk működik.
Tehát az útról nem tud semmi befogyni abba a kis áramba. És ha megállnál, ott egyszer megnéznéd, ott van egy vinasztok pont annál a kifolyónál. Annak idején egyszer csináltak egy-két ilyen beugrót, hogy folyjon be az útról a víz. Sajnos az feltöltődött. Én itt kint a sarkon már kétszer kidobtam, hogy folyjon vissza, mert a kanyarban akkor a víz volt, hogy nem lehetett eljönni már. Szerintem ezt te is látod, hogy összmész. És az oszlop, ott van egy vinaszlop, az eléggé cserül el már, és egyszer fogja magát, és el fog dőlni. Úgyhogy ott azt meg kellene nézni, mert ez így az nem állapot, hogy ez az összes hó, ami most ott elolvadt, az mind ott előttünk folyott ki a átfolyóba. Jó, ott azon a szakaszon igazából több ilyen átfolyónak kellene lenni az út alatt. Így van, tudom. Amikor... De az útról magából nem tud befolyni abba az átfolyóba. Mert ott valamikor... Meg az átfolyók sincsenek meg. Megvannak, csak ki kellene húzni. Na igen, tehát akkor úgy, hogy funkciójukat vesztették, amikor adtuk át tehát a munkaterület átadás volt a közút felújításnál, akkor direkt felhívtam a figyelmüket, hogy itt is, talán az utolsó az majdnem a tájházzal szemben van. Följebb ponttal van az a kotyor, ilyen térnénk a idézőjelbe szerintele. Igen. Tehát ott van az utolsó, hogy itt vannak, ezeket is akkor takarítsák, nem történt meg. Tehát, hát jó, de hát most nekem ott van a parkoló az autó a másik oldalán, tehát van, hogy úgy kell átmenni, akkor a víz van, hogy na hát inkább gumicsizmával már nem lehet átmenni. Tehát ezek olyan dolgok, amit nem tudom, hogy kinek kéne ezt. Meg az, hogy innen a kanyarból már nem tud elfolyni vissza a víz, tehát mondom, tehát kétszer liástam, de hát ennél többet nem tudok csinálni, nincs hova. És ott van a nagy kupac fölött, ha megnézed, ott van akkor a kupac, hogy el kéne vinni, hogy tudjon visszafolyni az átfolyóig, de az a baj, már az átfolyóig se tud visszafolyni lassan. Jó, megpróbáljuk megoldani valahogy a problémát, jó? Az azért így az elején elmondott beszámolomba remélem, hogy feltűnt, hogy igazándiból ez a csapadékvízelvezetés, tehát én magam is érzékelem, hogy ez itt probléma, és hogy ezzel nagyon sokat kellene foglalkozni. Sokkal könnyebben elhordjuk a földet, hogyha ha megveszünk mondjuk ezt a minikodrót, mert egyszerűen fölrakjuk, ha kell, kiásunk árakot, ugye ezen van egy torólap, ha kell, lenyessük az árok szélét, tehát sokkal előrébb leszünk, és minden nap tudunk, idézőjelben minden nap, tehát bármikor tudunk vele foglalkozni, és igazából annyi munkadíjunk lesz, hogy a gépkezelő meg az üzemanyag költség. Csak azért mondom, tehát, hogy az oszlopot félem, tehát ott az a baj, ott az oszlop, ha megállsz, megnézed, szerintem az oszlop már maximum egy méter, ha van a földbe. A többi, a gyám, tehát már annyira ki van mosva. És ha eldrott, akkor baj sem lesz. Az rendesen MVMS középvezető? Hát most... Vagy... Hát nem a közép, nem a villany, hanem azon van szerintem minden. Azon kívül, a villanyon kívül. Aha, tehát távközlési oszlop. Én szerintem az. Hát az ott van az árakparta, tehát kifolyónál pont. Nekem még egy kérdésem van, az árok pályázata, a második szakasz, az merre felé, észak felé akkor? Igen. Meddig lenne az? Gyakorlatilag az utolsó házig. A Reining-féle ház. Mögöttig. 1200 valahány méter. Jó. Köszönöm, örülök, hogy itt lehettem. Köszönjük. Jó, esetleg még valami... Én köszönöm szépen az ilyen összes ilyen közérdekű észrevétel. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy nem kell még egy évet várni, hogy ha valamilyen probléma van. Tehát a városháza itt van, többségében a munkanapokon itt megtalálhatóak vagyunk, még jó magam is, úgyhogy ezekkel nyugodtan lehet keresni.
Jó, tehát nem kell a következő meghallgatást megvárni, hogyha ha ilyen probléma van, hogy kimossa az oszlopot, vagy nem tartják a közösségi együttélés szabályait, vagy kóborkutyák veszélyeztetik a lakosságot, tehát ne várjunk vele egy évig, mert a 365 nap kellemetlenség csak megint. És akkor most nem ülne egy senki, hogyha bejött volna itt közben. Jó dal is van. Bocsánat, nem komolyan. Nem komoly volt elnézést. Hogy akkor ugyanennyien jönnének itt, és elmondanák, hogy de jó, ilyen problémám volt, és megoldják. Vagy nincsen semmi probléma. És el lehet mondani. Jó. Akkor esetleg még egyéb valami? Ha nincs, akkor 18:42-kor a közmeghallgatást bezárom. És tényleg meg még egyszer nagyon köszönöm a részvételt, meg a közérdekű jelzéseket. Mi is köszönjük. Köszönjük. És ha nem találkoznánk addig, bár szerintem fogunk, akkor áldott békés karácsony szeretnék kívánni mindenkinek, és egy viszont problémákban kevésbé gazdag, boldogabb új évet. Ádám.